másfél millió forintos támogatás. A Magyar-Kínai Gazdasági Kamara és egy vállalkozás is támogatta a Záhonyi Kandó Kálmán szakgimnáziumot. Konferencia Vaján kétnapos programsorozattal emlékeznek Vai Ádám halálának 300. évfordulójára. Segítség! 600 millió forintot biztosít a kormány idén a méh családok egészségügyi állapotának megőrzésére. Másfél millió forinttal támogatja a Magyar-Kínai Gazdasági Kamara és egy speciális kínai gazdasági övezetként működő vállalkozás a Záhonyi Kandó Kálmán szakgimnáziumot. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A felajánlás célja, hogy a növekvő kínai áruimporttal erősödő záhonyi érintettség érdekében elősegítse a szakgimnázium közlekedési, vasúttechnikai, logisztikai és szállítmányozási szakember képzését. Jelképes csekken adták át azt a másfél millió forintot, amelyről több oldali támogatási megállapodás is született a Záhonyi Kandó Kálmán szakgimnáziumban szerdán délelőtt. Az összegből várhatóan informatikai berendezéseket, projektorokat, monitorokat és számítógépeket vásárolnak majd, amellyel a logisztikai szakemberek magasabb szintű képzését segítik elő. Egy komoly kínai vállalkozás, logisztikai vállalkozást ad támogatást a Kandó Kálmán középiskolának. Abból a célból, hogy logisztikai szakembereket magasabb színvonalon tudjon képezni. Ugye ez több szempontból is fontos és lényeges a térségünkben. Egyrészt azért, hogy ezt egy kínai vállalkozás adja, nyilván abban a reményben, hogy a kereskedelmi forgalom a kínaiak által irányított és az Záhonyon keresztül futó kereskedelmi forgalom is erősödni fog. Másrészt pedig természetesen ugye ez az itt végzett fiatalok számára akár a cégnél, vagy akár a cégnek valamelyik oldal vállalatánál munkalehetőséget is teremt. A Magyar-Kínai Gazdasági Kamara elnöke a rendezvényen elmondta, Záhony egyre kiemelkedőbb szerepet tölt be a magyar-kínai áruforgalom fizikai lebonyolításában, ezért a CEC Kft., amely Magyarországon egy kínai speciális gazdasági övezetként működő vállalkozás, a társadalmi kötelezettségvállalási programja keretében támogatja a Záhonyi szakgimnáziumot. Miután itt folyik közlekedési, vasúttechnikai, logisztikai, szállítmányozási szakemberek képzése, amire a közeljövőben egyre nagyobb szükség lesz, és ezért a cég támogatni kívánja az iskolának az ilyen jellegű képzését, olyan eszközök beszerzését, amik a jövő kihívásainak megfelelve tudják a képzést elősegíteni. Az ünnepélyes átadón elhangzott, a kínai áruk több úton jutnak el Európába, melynek egyik logisztikai központja Magyarországon lehetne. Hamarosan nyílik a Fényes Litkén az ipari park, ami a kínai árura építkezik. Nagy tömegben várunk kínai konténereket vasúton keresztül, remélhetőleg a régi forgalom, ami régen Záhonyban volt, az ukrán-orosz forgalom az a kínai áruval pótolódik, és újra fellendülhet az itteni kereskedelem és a logisztikai szolgáltatás. A Záhonyi Kandó Kálmán szakgimnázium az elmúlt időszakban egy energetikai beruházáson esett át, melynek keretében mintegy 300 millió forintból javították az intézmény fenntarthatóságát, ezzel együtt csökkentve a szén-dioxid kibocsátását is. Az ellenzéki pártok közül jelenleg a Jobbik a legerősebb, mondta Jakab Péter országgyűlési képviselő, ezért szeretnék, ha a választópolgárok jövő hét vasárnap erre a mozgalomra szavaznának. Az EP képviselőjelölt nyíregyházi sajtótájékoztatóján kiemelte, a szabolcsi bérek jelenleg 120 ezer forinttal alacsonyabbak a fővárosihoz képest. A Jobbik által szorgalmazott bérunió ezen az arányon javíthatna a jövőben. A párt a migrációt határőrség működtetésével állítaná meg, és az uniós forrás sokat is máshogy használná fel, tette hozzá Jakab Péter. 2004 óta, mióta csatlakoztunk az Unióhoz, napi szinten 2,2 milliárd forintos uniós forrás érkezett Magyarországra, és az emberek nem látják, hogy hova tűnt ez a pénz, hiszen a bérekben nincs, a nyugdíjakban nincs, a kórházakban sem látják ezt a temérdekű összeget. Idén 300 éve hunyt el Vai Ádám, második Rákóczi Ferenc udvari főkapitánya. Ennek emlékére két napos konferenciát rendeznek Vaján. Az előadások felidézik a múltat, a hagyományokat és példát állítanak a fiatal generáció számára.
Vai Ádám 61 évesen nyomorúságos körülmények között hunyt el. Életében Rákóczi egyik legfőbb bizalmasa volt, gyakran közvetített a protestáns rendek és a katolikus fejedelem között. Katonai tevékenységet nem folytatott, az udvari hadak főparancsnoki jogköre alapján mégis a legmagasabb rangú tábornokok közé sorolhatjuk. Azt gondolom, hogy a múlt történelmi hagyományait vaján a hazaszeretet, a nemzet szeretete, Rákóczi féle szabadságharc, Vai Ádám Vajának születte, aki tábornoka volt Rákóczinak. Azt gondolom, hogy az ő akkori munkájuk, életüknek feláldozása, munkásságnak feláldozása a nemzetért a mai generációnak is mintát adhat, hiszen azt gondolom, hogy egy kicsit az aktuál politikai párhuzamot kell húznom. Ma is a kereszténység védelme az egyik fő feladatunk, és annak a nemzetnek a határainak, amit Magyarországnak Kárpát-medencének hívunk, magyar nyelvünkkel és magyar kultúrával, itt az egyik szatmári kultúra fellegvára, azt gondolom, hogy méltó a helyszín egy ilyen konferencia megrendezésének. A Vai Ádámról elnevezett múzeumban tartott, szerdán kezdődött kétnapos konferencián számos múzeum igazgatója vesz részt, de Rákóczi kutatók is tartanak előadásokat, amelyek a Vai családról és a Rákóczi szabadságharcról szólnak. A szatmári béke előtti utolsó tanácskozását Rákóczi és vezérkarai tartotta ebben a várban, és azt is mondhatnánk, hogy innen indult aztán a számüzetésébe. A Rákóczi hagyományok őrzője a Vai várkastély, talán Tarpa mellett a legjelentősebb Rákóczi emlékhely a megyében. Arra pedig igazán büszkék lehetünk, hogy a mai Magyarország területén, talán történelmi Magyarország területén is leginkább Kurucvidéknek Szatmár, Szabolcs és Berek számít, hiszen innen indult ki a Rákóczi szabadsághoz, és itt is ért véget. A megemlékezésnek méltó helye a Vai Ádám Múzeum, amely a vidéki múzeumok közül az egyik legtöbb történelmi adatot tartalmazó kastély is egyben. A kastély teljes rekonstrukciója megvalósult, 2001-ben fejeződött be, ez akkor nagyságrendileg több mint 400 millió forint összegű beruházás volt, ez akkor, illetve még a mai számítások szerint is igen komoly beruházásnak minősül. A vajai fejlesztések itt nem álltak meg. 10 évvel ezelőtt városi címet kapott a település, azóta elindultak az iparterület és a turisztikai fejlesztések, valamint új egészségügyi központ építése is elkezdődik idén. Középületek újulnak meg, 300 millió forintból kerékpárutak épültek. 1 milliárd forintból pedig egy ivóvíz minőségjavító beruházás is megvalósult. Méh családonként 500 forintot jelent a méhészeknek a kormány által idén nyújtott támogatás. A szakemberek dolgát korábban a szárazság, most pedig már az esős, hűvös időjárás nehezíti. Több a méhek számára fontos gyomnövény eltűnt, a repce és az akác ugyanakkor már virágzik. Virágzik a repce gyulatanya mellett. A korábbi asszály, majd a szeles időjárás azonban ezt a növényt is megviselte. Ez pedig nem jó hír a méhészeknek, hiszen bár virágport adott, nektárt nem biztosított a méh családok számára, ahogy eddig egyik növény sem. Segítség lehet az ágazatban dolgozóknak, hogy a kormány idén 600 millió forintot biztosít a méh családok egészségügyi állapotának megőrzésére. A kérelmeket a tervek szerint nyáron lehet majd benyújtani, és mély családonként 1500 forintos támogatást jelent. A 35 perc című műsorunkban nyilatkozó szakember szerint ezzel nem oldódnak meg a problémák. Ebből az 500 forintból kellene a méhésznek megoldani az, hogy esetleg olyan saját méhlegelőt ültessen, vagy próbáljon összeállítani, amivel a méh családja ezt a fehér, a vitamin és fehérre szükségletet elő tudja teremteni a méheknek. De most szép az 500 forint, de az, hogy ebből mi méhlegelőt tudjunk létrehozni, egy bármilyen kis bokor virágnak a ültetése, egy évi kezelése sajnos többe kerül, mint 500 forint, és ezzel igazából még nincs megoldva teljesen a helyzetünk. A méhészek egyéb támogatásokhoz is hozzájuthatnak, ám Hók József szerint ezekkel is csupán a költségeik 10-20%-a fedezhető. Az sem könnyíti meg a dolgukat, hogy az elmúlt időszakban mérgezések is sújtották a méh családokat, amelyek immunrendszere legyengült, emellett a méhek számára fontos gyomnövények is eltűntek. Az akác közben most kezd virágozni, és bár már asszály nincs, most épp az esős, hűvös idő jelenti a gondot. Visszagondolunk a tavalyi évre, 25-27 fokos, meg 30 fokos időjárás volt ebbe az időbe. Most, ha már eléri a 22 fokot, akkor már örülhetünk. 18 foktól kezdődik meg az akásznak a nektárképződése. Ez az a jellemző itt mostanában a napjainkban, hogy
egy órakor, vagy dél egy óra körül érjük el a 18 fokot, amire megindulna a nektár képződés. Nagy drágulása ugyanakkor a szakember szerint idén nem kell számítani. Idehaza amúgy jelenleg mintegy 1.200.000 méh család él, és 20.000-en végeznek méhészeti tevékenységet. Egy hobbi méhész átlagosan 30-40, egy főállású viszont akár 200-500 méh családdal is foglalkozhat. Az Unióban egyébként nálunk a legmagasabb a méh sűrűség, egy négyzetkilométerre 12 méh család jut. Egy 2500 szeletes szabolcsi tejfölös diótorta és a Hooligans koncertje is várja szombaton a Nyíregyházi Városnapra érkezőket. A programsorozat idén is kiegészül a szelektív szombattal, melynek keretében 13 állomáson tehetik próbára ügyességüket a családok. Mindemellett egy 80 autóból álló oldtimer túra résztvevői is begördülnek majd a Kossuth térre. Nyíregyháza 18. századi újratelepítésének 266. évfordulóját ünneplik idén a Városnapi programsorozattal. Ez emléklapok átadásával kezdődik, amelyeket a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek képviselői kapnak, majd koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezés következik, amelyen a hagyományokhoz híven a testvérvárosok is tiszteletüket teszik. Lengyelország, Bozsások, Bielszka, Biela, Eperjes, Szatmár Németi, de a jubiláló testvérvárosi kapcsolatokat külön is ünnepeljük. Most kettő ilyen lesz. Kirjákpockén a 20 éves évfordulója van a testvérvárosi kapcsolatoknak, Ivano-Frankiszka pedig 15 éves kerekszámú évforduló. A további programok között a gyerekek és a felnőttek is találnak érdekességeket, a nap zárásaként például a Hooligans ad élő koncertet a Kossuth téren. Ahogy az elmúlt években, idén is kiegészíti a Városnapot a szelektív szombat, amelyet már 11. alkalommal rendeznek meg. Ennek célja a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése. Nagyon sok forrás és nagyon sok beszerzés történt meg az utóbbi időben a vidékünkön, a környezetünkben, ahol az eszközök a rendelkezésállást biztosították. Viszont nem elegendő az eszközök és a rendelkezésállás, nem elegendő a kuka és a szelektív kuka. Fontos megtanítani a lakosságot, hogy miként kell helyesen gyűjteni a hulladékot ahhoz, hogy a hulladékgazdálkodás az hatékony és gazdaságos legyen. A sipkaisok idén is megsütik a város tortáját, a 2500 szeletes szabolcsi tejfölös diótortát, amely többek között 45 kg dióból, 50 liter tejfölből és 1100 tojásból készül majd el. A hagyomány ugye az a tejföl megjelenése a tortába, de ugye ez egy teljesen új köntösben fel fog bújni egy vanília krémbe, amely előjön a vendégeknek, ugyanakkor mégis rejtve marad, és olyan textúrák, olyan elemek lesznek benne, amely minden egyes falatnál, minden egyes rétegnél újabb élményt fog adni majd a kóstolónak. Egy pirított dió réteg is lesz benne a tésztában rejtve. Amikor harapja, akkor érzi azt, hogy az a kellemes, karamellás dió íz a szájában megérzi, és a baracki íznek a dióval való házassága szintén egy olyan élményt ad, amely nagyon kevés süteménynél hozható ez vissza. Szombaton Nyíregyházára érkezik a 11. Mercedes-Benz Classic csillagtúra is. A közel 80 darab, 30 évnél idősebb autókból álló oldtimer túra résztvevői 10 óra 45 perctől folyamatosan érkeznek majd a Kossuth térre. Sportágazati képzés indul ősztől a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bencs László szakközépiskolájában. Az intézmény elsősorban fiatal sportolók jelentkezésére számít, akik speciális tanrend szerinti képzéssel az érettségi mellett edzői vagy masszőri képesítést is szerezhetnek. A magas szintű sportolás és a tanulás összeegyeztetése sok diák számára gondot okoz. Ma már a legtöbb sportágban egészen fiatal korban napi két edzés az elvárás, és emellett nem könnyű magas szinten teljesíteni az iskolapadban is. A Bencs szakközépiskolában ősszel induló sportágazati képzés lehetőséget biztosít a fiatal sportolók számára, hogy az érettségi megszerzése mellett sportedzői vagy masszőri képesítést is szerezzenek úgy, hogy közben az intézmény mindenben segíti őket sportolói karrierjük kiteljesítésében.
hogy mit tudunk nekik nyújtani, ami speciális és ami igazán vonzó. Mi szeretnénk megragadni minden lehetőséget, ami a törvény ad. Speciális tanrend, speciális órarend biztosításával, a délelőtti edzések megszervezésével, akár a pihenőidő biztosításával. És tudjuk, hogy ezek a középiskolás sportolók, én személy szerint is átéltem annak idején, a rengeteg utazás miatt igenis lehet, hogy vasárnap hajnalban érkeznek haza, vagy hétfőn hajnalban, lehet, hogy a hétfői napon egy kicsit rugalmasabban kell kezelni, mert nem tudott készülni. Úgy én azt gondolom, hogy a mi iskolánk és mi tantestületünk abszolút alkalmas arra, hogy rugalmasan az értékeket keresve a gyermekben, hiszen nem biztos, hogy mindenki a tanulásban, nem mindenki a sportban, valaki mindkettőben tehetséges, keressük bennük azt, ami igazán bennük van, és ha a sportolóként, akkor támogassuk abban a sportban, abban a sportoló tevékenységben, amit megérdemelnek ezek a tanulók. A Bozsik Akadémia értékrendjében az első helyen áll a családtanulás futball egységének fontossága. Kisbaranyi Sándor szerint az új képzés új távlatokat nyit meg a fiatal futballisták előtt. Egy megfelelő életforma alakítható ki, amiben a sport a prioritási sorrend első helyén tud maradni. Ezzel a játékosaink lehetőséget kapnak arra, hogy a maximális időt töltsék a pályán, és a képzettségük, a sportszakmai képzettségük, a futball képzettségük az maximálisan kifejleszthető legyen. Ugyanakkor nem kell lemondaniuk a tanulás lehetőségéről sem, érettségit szerezhetnek, amivel a későbbi életükben sokkal, de sokkal könnyebb helyzetbe kerülnek. Sitko Ernő arról beszélt, fontos, hogy a sportolók már aktív éveik alatt készüljenek a pályafutások befejezése utáni időszakra. Mindig is szerettem volna azt megoldani, hogy a legjobb játékosaink kiemelten tudjanak készülni a további pályafutásukra, és természetesen ez a kezdeményezés ez csatlakozik ahhoz az elképzeléshez, amit szerettem volna kialakítani. Eddig is voltak már természetesen olyan középiskolák, akik partnereink voltak abban, és segítettek minket abban, hogy a legjobb kosárlabdázóink megfelelőképpen tudjanak felkészülni, de ez nem csak a kosárlabdáról, hanem a teljes sporttársadalomról szól, mert ebbe az iskolába nem csak kosárlabdázókat, hanem minden sportág képviselőjét várjuk. A Bencs sportágazati képzés nyújtó osztályába pótfelvételén jelentkezhetnek azok a sportolók, akik ősztől az intézménybe szeretnének járni. 9 korábbi, illetve jelenlegi sportoló portréja és eredménylistája kerül fel a bajnokok falára az újfehértói szabadidő központban. A kezdeményezéssel az ötlet gazdák egyrészt tisztelegnek a város legeredményesebb sportolói előtt, másrészt pedig példát mutatnának a fiatalok számára. Újfehértó eddigi egyetlen olimpikonja, a tragikusan fiatalon elhunyt Kenuty Szegedi Károly, az Európa-bajnoki és világbajnoki ezüstérmes kosárlabdázó Pap Klaudia és a 700 maraton teljesítő Csukrán Mihály fotója is megtalálható a bajnokok falán, amelyet hivatalosan kedd óta tekinthetnek meg az újfehértói szabadidőközpontba látogatók. Az intézmény vezetőjének régi vágya teljesült azzal, hogy példaképeket állíthattak a fiatal sportolók elé. 2 évvel ezelőtt egy baráti beszélgetés alkalmával jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha itt a Újfehértói Szabadidő Központot felemelnénk egy úgynevezett bajnokok falával, hogy a híres újfehértói elszávazott és újfehértón élő sportolóknak a képeit kiraknánk. Láttuk itt, hogy vannak fiatal kempósok, én elsősorban rájuk gondolok, hogy biztos, hogy lesz olyan, hogy 1-2 év múlva az ő képük is kikerül, ezért is mondtam azt, hogy itt egy ösztönző, hogy fel lehet kerülni erre a falra. A rendezvényen köszöntötték azt a 8 újfehértói kempust, akik 22 éremmel tértek haza a spanyolországi Guadalajarában rendezett világbajnokságról. Újfehértó rendkívül büszke ezekre a fiatalokra, kevésbé fiatalokra, hiszen olyan eredményt produkáltak az elmúlt időszakban is, a legutóbbi spanyol világbajnokságon is, ami azért példaértékű lehet az egyéb sportágak számára is. Most már mondhatjuk, hogy Újfehértó nevét és az újfehértói kempót megismerték a világbajnokságokon, világkupákon. Én szeretném megköszönni a szülőknek is azt az önzetlen hozzájárulást, amivel támogatják az Egyesületnek ezt a fajta munkáját. Természetesen az önkormányzat is a maga szerény eszközeivel hozzájárul, hogy minél többen és minél tovább tudjuk öregbíteni a város hírnevét. Erre a nemzetközi szintéren legközelebb októberben lesz lehetőségük az újfehértói kempusoknak, akkor rendezik ugyanis Lisszabonban a sportág Európa-bajnokságát. Híradunk végén, nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden.
Másfél millió forinttal támogatja a Magyar-Kínai Gazdasági Kamara és egy speciális kínai gazdasági övezetként működő vállalkozás a Záhonyi Kandó Kálmán szakgimnáziumot. Az összegből várhatóan informatikai berendezéseket, projektorokat, monitorokat és számítógépeket vásárolnak majd, amellyel a logisztikai szakemberek magasabb szintű képzését segítik elő. Idén 300 éve hunyt el Vai Ádám, II. Rákóczi Ferenc udvari főkapitánya. Ennek emlékére kétnapos konferenciát rendeztek Vaján a róla elnevezett múzeumban. Az előadások felidézik a múltat, a hagyományokat és példát állítanak a fiatal generáció számára. Több gond is sújtotta a méhészeket az elmúlt időszakban. A kormány idén 600 millió forintot biztosít a méh családok egészségügyi állapotának megőrzésére. A kérelmeket a tervek szerint nyáron lehet majd benyújtani, és méh családonként 1500 forintos támogatást jelent. Az akác egyébként épp most kezd virágozni, s bár már aszály nincs, most épp az esős, hűvös idő okoz problémát. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 15-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Reggelig erősen felhős vagy borult lesz az ég, foltokban köd is képződhet, esőzápor eleinte egyaránt valószínű, majd éjjel mindenütt megszűnik a csapadék. A változó irányú szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 8 fok között alakul. Csütörtök estig aztán változóan felhős idő várható hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, helyenként kisebb zápor előfordulhat, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 21 fok között valószínű. Vasárnap délutánig egyre kevesebb lesz a felhő felettünk. A hétvége túlnyomó részén ráadásul többnyire napos időig érkezik. Később azonban erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és egyre több helyen számíthatunk záporra, zivatarra. Melegszik az idő, a hétvégén helyenként már 25 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. A jövő héten azonban ismét lehűl a levegő.